A nézőinket, Önök Hírhét című műsorunkat látják, nézzük föl híreinket röviden. Környezet tudatos nevelés, vidám játékok az egynapos rendezvényen. Megkezdődött a farsangi szezon, az X-házban a hittanosok mulattak. A természet szeretete képekben amatőr fotókiállítás. Szalagavató. Tehát ház a sportcsarnokban. A magyarság múltja, Bunyavár Zsuzsa előadása a Korzó mozitermében. Ismét jótékonysági rendezvény, összefogott a város. Új vállalkozás, fiatalos lendülettel, újdonságok a szolgáltatás piacán. Gyönyörű ruhaköltemények, rendhagyó ünnepség. Az idei évben is a sportcsarnok adott otthont a gimnázium által szervezett szalagavató ünnepségnek. Kérem, nézzenek meg egy kis ízelítőt a rendezvényből. Diákjaink és tanáraink nagy lelkesedéssel és őszinte örömmel készültek erre a mai napra. A szereplőknek sok sikert, önöknek pedig feledhetetlen perceket és nagyon jó szórakozást kívánunk. 2016. január 29-e van. Egy nap a 366-ból. De milyen egy nap? Ma feltűzzük nektek iskolánk hagyományai szerint a kék szalagot. Tavaly ti voltatok azok, akik búcsúztató osztályként szerveztétek a szalagavatót. Ti táncoltátok a palotást, és ti álltatok egy-egy végzős mellett, a szalagot átadva. Most pedig ti vagytok azok, akik végignézhetik a palotást, ti táncoltok keringőt, és mellettetek áll egy-egy alsóbb évfolyamos, nyújtva a szalagot, hogy osztályfőnökétek melletekre tűzze. Horváth Viktória, Kispál Kifti, Savanyú Regina Lilla, Bocskai Dorina, Szita Patrícia Gina, Bodai Olivia. Kuruc Sarolta, Erdei Renáta, Szabó Eszter Erika, Nagy Kitti, Pap Franciska, Bera Patrik, Tamás Dóra, Simon Csaba. Kedves végzős diákjaink, tisztelt vendégeink, szülők és kollégáim! Azért gyűltünk ma össze, mert jeles nap ez a mai. Jeles a szó szoros és átvitt értelmében. A nagyvilág túlnyomó része számára a mai nap csak egy hétköznap, a jelenlévők számára azonban egy megkülönböztetett jelentőséggel bíró, régóta várt és most végre elérkezett jeles nap. A jeles napokat az emeli ki az év többi napja közül, hogy ezeken a napokon ünneplőbe öltöztetjük testünket, lelkünket, hogy újra, meg újra végrehajtsunk egy ilyenkor szokásos rítust. Feltűzzük a végzős diákjainknak, nektek a kék szalagot. Évek óta hagyomány iskolánkban, hogy a szalagtűző osztályok palotást táncolnak a végzősök tiszteletére.
Az idei évben 16 páros lépked majd Erkel Hunyadi László című operájából az esküvői jelenetbe komponált ismert dallamra. Fogadják szeretettel a 11. osztályosok táncát. Fogadják sok szeretettel a mostani alkalomra készített koreográfiájukat, melyet 31 pár táncol. Marcelli város és a Többcélú Kistérségi Társulat tag önkormányzatai nagy lépést tettek a környezeti fenntarthatóságok érdekében. Egy uniós pályázatnak köszönhetően az elmúlt évben a Marcelli Kistérségi Többcélú Társulás 500.420.000 forintot nyert a hulladék gazdálkodás fejlesztésére. A környezet tudatos nevelést játékos formába öntötték azon a rendezvényen, melyet a Kulturális Központban szerveztek. A Marcelli és térsége hulladék gazdálkodási közszolgáltatásának informatikai és eszközfejlesztése a hasznosítási célok elérése érdekében című projekt keretében a Marcelliban és térségében élő mintegy 30.000 ember hulladékgyűjtése és kezelése korszerűsödik. A környezet tudatosság növelése, a lakosság aktív részvételének elérése a hulladék gazdálkodásban fontos része a pályázat megvalósításának. Mint tudjuk, a környezet tudatosságra nevelést már egészen kiskorban és a családokkal együtt kell elkezdeni. Az élővilág védelme, a szelektív hulladékgyűjtés, környezetünk szeretete, tisztelete és megóvása a mindennapok része kell, hogy legyen a családban, az óvodában, iskolában és a felnőtt életben egyaránt. A Marcelli Média Központ támogatásával megrendezett öko játszóházban ma a legkisebbek és az iskolások gyakorolhatták a környezetvédelem és a szelektív hulladékgyűjtés szabályait. Nagyon jó. Én az almalevet papírba csomagolom, hogy átjelzik? Nem. Átázna, de ez nem ázik át, hanem csak papír van benne. Dobolja. Az a papír része. Van benne még anyag, és fél, három anyagból. A rendezvényen olyan ismereteket nyújtottak a gyerekeknek, és olyan tapasztalatokat kaphattak, amelyek kialakítják, majd erősítik a gyerekkörnyezet tudatosságát.
Ez egy olyan lehetőség az óvodáskorú gyermekek számára, ahol játékosan megtapasztalhatják azt, hogy miért is fontos az, hogy környezettudatosan éljünk, környezettudatosan gondolkodjunk. Az óvodákban már évek óta nagy hangsúlyt fektetünk a környezeti nevelésre, és igyekeztünk a szülőket is bevonni ebbe a szemléletformáló hatásnak elegettéve. Úgyhogy bízunk benne, hogy nem csak az óvodában, hanem már otthonról is hozzák a gyerekek ezeket a szokásokat. Memória játék volt az egyik kedvenc, valamint a labirintus, ahol a különböző színű pingponglabdákat kellett bevezetni a megfelelő színű kukákba. Már az óvodákban is megvalósult ez a szelektív hulladékgyűjtés? Igen, teljes mértékben. Most már nagyon-nagyon régóta szelektíven gyűjtünk az óvodába is, ezzel is példát mutatva és elősegítve ezt a szemléletmódnak a kialakulását már az óvodáskorban. A gyerekek játékos formában ismerkedhettek a környezettudatossággal. Hát a horgászossal, ahol ki kellett horgászni az anyagokat, és bele kellett dobni a jó szemetesbe, meg játszottunk azzal, amiben bele kellett vezetni a labdát, és mi csak ennyit próbáltunk ki még. Az iskolában papírgyűjtésen részt szoktál venni? Igen, az osztályjal szoktunk. Tehát gyűjtjük. Otthon külön válogatjátok a hulladékot, a műanyagot, a papírt és a háztartásit? Hát igen, úgy külön szoktuk. Azzal a horgászossal játszottunk, meg ami mögöttünk van, és a horgászossal azt kellett, hogy a halak alján voltak ilyen papír, műanyag és ilyen dolgok, és ki kellett választani a különböző dobozokba, és ezzel meg ki kellett választani, melyik a legkörnyezettudatosabb, legfrissebb csomagolás. Mit tudsz arról, hogy a szelektív hulladékgyűjtés mit is jelent? Hát azt, hogy külön kell gyűjteni a papírokat, meg a fémeket, meg az ilyen különböző anyagokat. Hogy tetszik ez a mai rendezvény, és mivel játszottál eddig? Nagyon jó, én is ugyanabban, mint ők, a horgászossal, meg hogy külön kell válogatni, hogy melyik a jobb, vagy melyik a jobb csomagolásban, meg melyik a frissebb. Segítünk a környezetnek, hogy ne dobáljuk össze-vissza a szemetet. Hogy tetszik ez a mai rendezvény, és mivel játszottál? Hát nagyon jó tetszik, meg hát minden kipróbáltam, de ami nagyon tetszett, az a válogassunk együtt. Nagyon jó volt, volt olyan is, hogy hátra kellett fordulnunk, és nem úgy kellett bedobni, és megkeverték, meg kellett keresni valamelyiknél. Úgy is volt, hogy majdnem becsaptak engem, és szerencsére nem csaptak be engem. Mit tudsz a szelektív hulladékgyűjtésről, mit is jelent? Lehet komposztálható is, kukába gyűjthető is, műanyag, papír, fém, ilyenek lehetnek benne. Az egész napos programnak lesz folytatása, hiszen a város elkötelezett híve a környezettudatos nevelésnek. Csak egy őszinte mosoly, ennyi kell a segítséghez. Segítő kéz, a zene többféleképpen gyógyíthat. Mint arról már többször beszámoltunk, még tavaly december elején az Ősz utcában egy 4 tagú családnak szinte mindene a tűz martalékává vált. A család idősebb gyermeke, a 15 éves Matuzán Gábor súlyosan megégett, akit Budapesten kezelnek a Deseda Égési Centrumban. Összefogott marcali város közössége, itt számtalan felajánlás és segítség érkezett a családhoz. Az Őszinte Mosoly Alapítvány szervezésében jótékonysági koncertet adtak a város és a környező települések művészei és tanítványaik. Ahol tudunk, próbálunk segíteni. Személyesen nem ismerem őket, de úgy éreztük mi is, hogy melléjük kéne állni. Hát két irányból próbáltuk ezt a segítséget összehozni. Az első az, hogy támogatót kerestünk rá. Mellénk állt ebben a Industria Electric, aki egy szép összeget ajánlott fel nekik. Azaz, hogy az alapítványnak, és akkor azt továbbítottuk számukra. Különösképpen ez a koncert szervezése nem az én ötletem volt, hanem én csodálkoztam a legjobban, a könyvelünk találta ki, és összefogtunk, megszerveztünk, tettünk egy lépést mindenki fele, és nagyon-nagyon jó érzés volt azt látni,
hogy Marcelliban ilyen sok ember ugyanúgy gondolkozott, ahogy mi. Ők is léptek egyet, velünk voltak, és nagyon sokan eljöttek erre a koncertre. A kettő eredménye összesen 546 ezer forintot jelentett, ennyit tudtunk rátenni a számlájukra. Nagyon remélem, hogy hát ebből talán a gyógyulást tudják finanszírozni. Hát én szerintem a legkönnyebb az egészben ez volt. Tehát én úgy gondolom, hogy a művész lelkületű emberek segítőkészek alapból, és most sem volt másképp, első szóra nagyon szívesen jöttek. Sőt, ami én szerintem példa nélküli, olyan is volt, aki ő maga ajánlotta fel, hogy szeretne fellépni. Itt most abszolút érzékelhető volt, tehát ebben a világban, tudod, amit látsz nap, mint nap a tévében, szinte horror egy híradó, az volt jó látni, hogy ez pont az ellentétje. Tehát, hogy van az emberekben jó, és óriási erőt tud azt képviselni, hogy eljönnek, összefognak, és mindenki csak egy picit tesz. Csak egy icipicit oda teszi magát, és abból egy komoly jó eredmény születhet. Itt is így volt, és ez a koncert alatt is érezhető volt, hogy nem csak egy koncert, amire elmegyek, hanem az a tudat, hogy itt egy közösség van azért, hogy valamit egy picit tegyünk. A koncert belépőjegyeiből és adományaiból 346 ezer forint támogatást gyűlt össze. Az Industric Electric Kft. Adománya 200 ezer forint volt, így összesen Matuzán Gábor számlájára 546 ezer forint adomány folyt be. Várhatóan februárban már hazajöhet Gábor, gyógyulása és ápolása már családja körében folytatódhat. Félni csak kinek is lehet? Teszi fel a kérdést könyvének címében Bunyevász Zsuzsa. Bunyevász Zsuzsa 1978-ban végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetem gyógyszertudományi karán, majd 4 év múlva ugyanúgy szerzett doktori fokozatot. Újságírói és szerkesztői munkája mellett a magyarság múltjával kezdett foglalkozni. Marcali előadására Félni csak, kinek is lehet című könyvét hozta el. Ugye, hogyha a nemzetközi sajtót figyeljük, akkor minden arról szól, hogy a magyaroktól kell félni, tőlünk féltik a kisebbségi jogokat, emberi jogokat, demokráciát, hogy hát nálunk aztán most már itt mindennek vége van. Tehát elvileg mondhatjuk azt, hogy félni tőlünk lehetne, de könyvbe próbáltam párhuzamba állítani. Egyrészt az elmúlt 1000 évet, de bizonyos szempontból az azt megelőzőet, hogy mit csinált a művelt nyugat, idézőjelben használom a művelt nyugatot, milyen bűnök terhelik a lelküket, és hogyha ezen a párhuzamon végigmegyünk, akkor teljesen egyértelmű, hogy nem tőlünk magyaroktól kell félni. Én úgy gondolom, hogy nem csak most, hanem reményeim szerint mindig aktuális lesz ez a könyv, ugyanis amit csináltam, az nem egyéb, mint hogy az aktuál politikának keresem az őstörténeti gyökereit. És két olyan szemléletre sikerült a történelem folyamán bukkannom, ami szerintem meghatározza Európának az elmúlt 1000 évét. Egyrészt a magyarokra, vagy általában ragozó nyelvű népekre jelmező mellérendelő gondolkodásmód, és a másik pedig az alárendelő. És ennek a kettő harcának vagyunk most tanúi. Én úgy gondolom, hogy hosszú távon a rossz nem győzhet. Tehát nem hiszem, hogy a teremtett világnak az lenne a lényeg, hogy a rossz győz. Hát, hogy addig mi lesz, azért keményen meg kell küzdeni. Hogyha nézzük a magyarok őseit, vagy a szkíta népeket, vagy a hun népeket, ők mindig valamiképpen az igazság visszaállítására törekedtek, és nem rabszolgatartó társadalmakat építettek, mint a görögök vagy a rómaiak, akikre olyan büszkék vagyunk. Tehát úgy gondolom, hogy ennek a kétféle gondolkodásmódnak a harca van, és hát előbb-utóbb nekünk kell ebből győztesen kijönni. Minden hatalom a kezükben van, manipulálják az emberek milliárdjait. Bunyevász Zsuzsa szerint az alárendelő birodalmak súlya alatt szenved az egész világ, ugyanakkor létezett egy nép az aranykorban, aki nem csak gyarmatosított, hanem egyenrangú kapcsolatokat tartott fenn, miközben önfenntartó volt. A szkíta népeket nem lehetett kiirtani, és akikkel nekünk elmúlt évszázadokban összeakadt a bajszunk, azok már nincsenek. Tehát mondjuk nincs már Habsburg birodalom, nincsen Szovjetunió, és hát beléptünk az Unióba. Szerintem ebben bent van a válasz is. Árpádék a Kárpát-medencébe való érkezésükkor, és most azt hagyjuk, hogy visszajöttek, vagy hogy jöttek.
Azon túl, hogy megbontottak egy katonai hatalmi politikai egyensúlyt, ugye Szent Német-Római Birodalom, Róma meg Bizánc közepébe beérkeztek, ettől eltekintve a nyelvünkben rejlő, nyelvünket okolható másfajta gondolkodásmódunk befolyásolhatta-e Európának a történelmét, és én úgy találtam, hogy igen. Tehát mi minden nyelv, tehát a hozzánk körülöttünk lévő népekből a magyar, tehát a Kárpát-medence egy szigetként emelkedik ki, ahol ugye egy teljesen más logikájú nyelvet beszélnek, mint a körülöttünk élő népek, és egyre több kutató van azon a véleményen, hogy a beszéd nyelv határozza meg a gondolkodásmódot. Ebből pedig az következik, hogy meg egész egyszerűen máshogy gondolkodunk, mint a körülöttünk lévők, és hát így nem egészen érti ezt a körülöttünk lévő világ. Én azt hiszem, hogy egy normális világban, ugye az anyagi világban minden kétpólusú, sötét, világos, nappal, éjszaka, jó, rossz, stb., hogy egy egészséges világban ennek a két pólusnak az egyensúlyára lenne szükség. De most, hogyha a világ annyira elment az egyik pólusba, annyira a pénz, vagy a halálkultúra, vagy annyira a negatívumokat tudom említeni, hogy ezt a gondolkodásmódot a másik pólus tudná középre hozni. Itt nincs olyan, hogy mind a kettőre szükség van, de hogyha most valamelyik nagyon rossz irányban van, akkor vissza kell hozni. És hogy ez mennyire így van, ezt már a 19. században mondta most valamilyen béni, nem jut eszembe a pénzügyminiszter neve, hogy ez a feladat, ez pontosan a magyarokra vár, mert a keleti eredetünk miatt, keleti is eredetünk miatt egy másfajta gondolkodásmód jellemző ránk, mint Európa többi népére. Talán ezért váltunk ősellenségévé annak az erőnek, ami ma felfalta a világot, fogalmazta meg az írónő. Szívesen mutatunk be új, a város életébe szinthozó vállalkozásokat. Mai riportalanyunk egy nem megszokott szolgáltatást mutat be. Beke Zoltánt barátai ösztönözték arra, hogy vállalkozzon. Zoltán vállalkozott, és nem is akármire. Másoknak akar örömet szerezni. Az Egyesült Államokból kapotta már említett barátaitól egy nyomtatót, mellyel pórokra, ingekre lehet bármilyen képet, feliratot nyomtatni. Ezen felbuzdulva vásárol több gépet, melyekkel sapkákra, bögrékre, vagy szinte bármire képes fotóminőségi képet nyomni. A pólókon belül mindenféle megoldás létezik, egyedi igényeket meg tudok oldani, bögréket tudok készíteni, egyéb fényképes ajándéktárgyakat, eseményekre, névnapokra, születésnapokra, egyéb családi összejövetelekre, bármilyen igény megvalósítható. Az alkotások így nem csak funkcionálisak, de mosolyt is csalnak annak az arcára, aki megkapja őket ajándékba. Marcaliban, de még a környékén sincs ilyen szolgáltatás, csupán az interneten lehet ezeket a termékeket megrendelni. Marcaliban lakom, itt a Kert utca 2-ben van az üzlet és a műhely együtt. Hétköznap bármikor megtalálható vagyok itt, és a Facebookon lévő elérhetőségen pedig bármikor. Azért az más, amikor kézzel foghatóan megbizonyosodhatunk arról, mit is rendelünk meg. A vállalkozás elindult, így most már helyben is lehetőség nyílik személyes ajándékokat készítetni a marcaliaknak és a város környékbelieknek. Elkészült a póló, kivettem a gépből, ráhelyezem a hőtésre. És 90 másodpercig fixálom a festéket a pólón. Csécsi Gyula amatőr fotós képeiből nyílt kiállítás az Amatőr Alkotók kiállítótermében. A képeket Tornainé Molnár Gertrúd, a Kulturális Központ szakmai helyettese ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. Csécs Gyula nem ismeretlen a marcali művészetet kedvelő közönség számára. A nyugdíjas amatőr művész korábban grafikáival tűnt fel, később ecsetet ragadott és festményei visszaköszöntek már a korzó falairól. Marcaliban többször állított ki csoportos kiállításokon, a festményeit, grafikáit és a paszteljeit bemutatta, többek között a Bernát galériában még én is rendeztem a kiállítását Gyulának. És itt a Kulturális Korzó Kortárs galériájában. Évekkel ezelőtt
a somogyi amatőr alkotóknak meghirdettünk egy országos pályázatot, és ott külön díjat kapott a nagyon szép grafikájáért. Ahogy Csés Gyula mondja, a festés és a grafikák készítése mellett a fotózás az, ami az igazi hobbiát jelenti, és az igazi kikapcsolódás számára. A januári kiállítás ismét újdonságokkal bír, hiszen Gyula ezúttal az objektíven keresztül mutatja be a számára érdekesnek számító világot. Azért van külön abban, mert az össze mind a többi csak... Ja, csak hogy ezen a személyek vannak, a többi meg a szinte ez csak meg... a természet. Aha. Nesztenyei kisvasúttal elmentünk egyszer kirándulni a Karpusztára, és ott fényképeztem. A fényképezést már gyermekkorától szerelmének tartja. A gimnáziumi évek alatt sajátította el a fotózás csinyát, binyát. A munkás évek alatt hobbi szinten volt ideje foglalkozni a fényképezéssel. Aztán a boldog nyugdíjas évek meghozták az alkotáshoz szükséges nyugalmat. Vásárolt egy digitális fényképezőgépet, ez az áttörést jelentette Gyula számára, hiszen a megfigyelés, a rácsodálkozás igazi természetfotókat varázsolt. A fény átsejtő misztikus színképei és a makrók felnagyító világa foglalkoztatja leginkább a képzőművész alkotót. Közel 50 hittanos öltött jelmezt az X-házban megrendezett farsangon. Helye húja a vigalom, habosfánka jutalom. Márkos patkó, babkávé, értünk van a barádé. Itt a farsang áll a bár, keringőzik a kanál, csárdás jár a habverő, bokázik a mák törő, dirreg durrog a mozsár, táncosra vár a kosár, a kávészem int neki, míg az törlő pergeti. Helye újabb figalom, habos fánkba jutalom, mákos patkó babkávé. Vízkereszt óta itt van a farsangi szezon, de igazán a február a farsangi bálok időszaka. Az X-házban rendezték a város első farsangját, ahol jelmezekbe bújtak a kicsik és a nagyok, és kezdődhetett a vidám farsangolás. A legelső gyermekfarsangot idén 2016-ban Marcaiban, és örülök neki, hogy mi kezdtük. Ez véletlenül alakult így, mivel csak a mostani délután szabad az X-ház nagyterme, mivel mások is kölcsön szokták kérni. Nekünk pedig egyeztetni kellett az iskolákkal, ők a jövő héten tartják a farsangot, utána pedig nekünk már nagy bőjt van. Nagyon örülünk, hogy ennyi gyerek eljött, és a szülők is eljöttek a gyerekekkel. Szülői támogatás nélkül mi nem tudunk dolgozni, keresik mindig a kapcsolatot a szülőkkel, próbáljuk őket megkívni minden rendezvényünkre, minden eseményünkre, ami az egyházközség életében van. Különösen a kicsinyek életében egy kicsi az szülőfüggő, most a gyerekek nagy része kisebbek voltak, akik felléptek. Nagyokat pedig próbáljuk bevonni a szervezésbe, hiszen nyolcadikosok vannak itt, meg nagyobbak is, gimnazisták, illetve egyetemisták, akik bekapcsolódtak az egésznek a rendezésébe. Tehát a szülők nagyon fontos szerepet töltenek be ma is, elkísérik a gyermeküket, biztatják őket, és itt egyengetik az útjukat. Játék vár és kacagás, hát fújt a nótát, trombitás, szengjen dalunk réten, szírten, erdőben. Hey! Sugar, a téren vidám csak.
csapat vár, a gond elillan most a kedvünk felhőtlen. Hát ismét Farsangon vagyunk, és ismét egy fantasztikus rendezvény. Mire készülnek ezután, mi lesz a következő? Hát annál is inkább, mivel nagyon hamar vége van a Farsangnak, komolyra váltjuk a dolgokat, készülődünk a húsvétra, ez a hittanórákon is, illetve egy lelki napot szervezünk a gyerekeknek húsvét előtt, aztán utána pedig hát az harmadikosokkal az első áldozás, nyolcadikosokkal a bérmálásra készülődünk, és ez a legfontosabb programunk, illetve rendezvény. Kocsfák, mókusok és őszvidák csodálják, hogy milyen vidám társaság. Kivelünk tart mosolytak, úgy nevezünk élmény nap. Ne nézz bambán, ne tátszál a kiskomán. Emeld fel a feneked, köztünk van most a helyed. Fűsd össze a tenyered, és taps, taps, taps. Hát emeld fel a feneked, mert köztünk van most a helyed. Fűsd össze a tenyered, és taps, taps, taps. A hittanos Farsangot hagyományosan a katolikus bál zárta. Műsorunk végén nézzük föl híreinket még egyszer röviden. Környezet tudatos nevelés, vidám játékok az egynapos rendezvényen. Megkezdődött a farsangi szezon, az X-házban a hittanosok mulattak. A természet szeretete képekben amatőr fotókiállítás. Szalagavató, tehát ház a sportcsarnokban. A magyarság múltja, Bunyavár Zsuzsa előadása a Korzó mozitermében. Ismét jótékonysági rendezvény, összefogott a város. Új vállalkozás, fiatalos lendülettel, újdonságok a szolgáltatás piacán. Mai hírmagazinunk végéhez érve megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Jövő héten ismét találkozunk, addig is friss híreinket keressék az interneten, a www.tavitv.hu oldalon, és lájkolják Facebookunkat. Viszontlátásra!